De ezt csinálják 12 éve, hogy az árnyékkormány működik, programokat hirdetnek meg, de mitől lesz áttörés a 12 fölött? Úgy is kérdezhetném, hogy itt volt a Covid, majdnem 40 ezer ember meghalt. 20-25%-os volt az infláció. Az egészségügyi szakértők azt mondják, hogy az egészségügy összeomlott, az oktatás összeomlott, nem sorolom fel az összes problémát. Miért nincs a DK-nak, a Momentumnak, az MSZP-nek 30-40%-a? Azért nincs, mert Magyarországon az, hogy mit gondol a DK. Azt csak azt tudja, aki erős politikai érdeklődéssel, jelentős energiabefektetéssel ez után megy. Az meg megtudni, hogy a Fidesz szerint milyen a Fidesz és milyen az ország, az akkor is meg fogja tudni, ha semmi erőfeszítés nem tesz, mert a zenerádiók 4 órás híreiből ezt hallja, mert a Kossuth rádióból ezt hallja, mert a legnézettebb kereskedelmi tévéből ezt látja, mert a köztévéből ezt látja. Na, de ez így lesz 3 év múlva is. Lehet, de akkor 3 év múlva is küzdünk. Azt tudom önnek mondani, hogy nincs rendben, ha időnként úgy teszünk, mintha nem látnánk, hogy iszonyatos erőfeszítést tesz az ellenzék, hogy egyáltalán létezzen. Én azt gondolom, hogy az ellenzék politikusai és támogatóinak jelentős része hősökből áll, hogy ilyen körülmények között dolgoznak. Ha Magyarországon demokratikus politikai rend lenne, akkor megszerveződhetne az elégedetlenek sokasága, de miért nincs nyilvánosság? Miért nem engedték be Covid alatt Magyarországon a televíziókat, rádiókat a kórházakba egyedülálló módon? Azért, hogy a drámák egyedi drámák maradhassanak, az én rokonom, én ismerősöm halt meg, és nem állhat össze csoportfelismerésé, hogy te jó Isten, nálunk halt meg a legtöbb ember a világon, és ha nem áll össze csoportfelismerésé, akkor nem lesz bele politika. Azaz ön hiába mondja azt, hogy volt Covid, valójában a magyar nyilvánosságban Covid akként, ahogy volt, nem volt.